aki magát, a mestert keresi, aki ráhallgat, aki őt követi, és később egyé is válik vele az ő útjában, nem csak követi őt, az meg fogja kapni az igazságot ingyen, mint kijelentés. És nem kell neki, hogy emberekre hagyatkozzon. Tehát én tényleg volt olyan egyébként, hogy volt, akiről tudtam, hogy csak azért hallgat engem meg. Tehát, hogy tudtam, hogy bele van betegedve ebbe a bólogató kutya üzemmódba, és tudtam azt, hogy bármi, amit mondok, arra bólogatni fog. És én leteszteltem az igazság egyszer, hogy mondtam egy olyan hülyeséget direkt, amit úgy adtam elő, mintha az a világ legnagyobb igazsága lenne. És azt mondta, hogy ja, igen, igen, tényleg. És akkor azt mondta, aha, látod? Ez a baj. Ez a baj, hogy bármilyen hülyeséget elmondhatok neked, azt fogod neki mondani, hogy igen, 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 igen. Mert valójában te nem megkapni akarod ezt az igazságot, hanem csak meghallani tőlem. És azt rábólogatni. És ha meg jön valaki más, aki meg majd jobban, mit tudom én, jobb beszédkészséggel rendelkezik, vagy jobban tud magyarázni, mint én, akkor az el fog téged tántorítani az igazságtól. Ilyen egyszerű. És ezért kell, hogy mindenki személyesen megkapja. És egyébként ez a dolog jött még, ez egy másik téma, ami egy másik témakör, de talán ez is fontos, ezt is fontos megemlíteni, hogy például Pál leveleit hallgattam éppen az elmúlt napok imént, tulajdonképpen ez még tegnap, nem is olyan régen. Tehát az imént hallgattam Pálnak a leveleit, és az volt a lényeg benne, hogy a korintusiakhoz meg a galatákhoz írt levelet hallgattam, és úgy valahogy szembe tűnt nekem az, hogy Pál az mennyire úgy tekint ezekre az emberekre, mint akik az ő gyermekei, majd hogy nem azt lehetne mondani, az ő tulajdonai. És amikor ezt így meghallottam, és hogy ennek kapcsán ugye Pálnak mekkora fájdalmakat kellett megélnie, amikor ugye ők elmentek, elpártoltak tőle, stb. Tehát ő tényleg nagyon sok mindent beleadott ezekbe az emberekbe, ezekbe a gyülekezetekbe, és egyszerűen így hirtelen így megláttam magamat is, hogy én is így voltam több emberrel is, hogy beléjük adtam a szívemet, lelkemet és mindenemet, és aztán azt láttam, hogy ezek az emberek így elmentek, és ott hagytak a fenébe, szó szerint. Tehát amikor ezt láttam, akkor úgy fájt az, annyira fájt, mert úgy éreztem, hogy azt a részt, amit én beleraktam magamból abba a másik emberbe, azt ő elvitte, és elvitte a hülyeségbe bele, szó szerint. És amikor ezt megértettem, hogy na de várjál, most itt a Pál is igazából ezt írja le, ugyanezeket az érzéseket. Én is ugyanezt éltem meg. Tudok sok olyan emberről, aki ugyanezt megélte. Akkor nem lehet, hogy itt valami gond van ezzel a fajta metódussal, valami gond van ezzel a fajta szemléletmóddal, hogy nekem tényleg arra lenne nekem szükségem, hogy ilyen szellemi gyerekeket csináljak, úgymond másokat arra vegyek én rá a magyarázásomra, meg mindenre, hogy most engemet kövessenek, meg az én gondolataimat, hogy nem az lenne inkább a cél, hogy keresővé tegyem őket, hogy rávegyem, vagy nem az, rávegyem, hogy inspiráljam őket arra, hogy ők is keressenek. Ezek a gondolatok jöttek igazából, és nagyon erősen, tehát így megvádoltak ezek a gondolatok, az a helyzet. Úgyhogy tényleg azt látom ebből a dologból, hogy nem az a cél, hogy egymást kövessük, és nem is az a cél, hogy egymásból ilyen gyermekeket, meg mindent csináljunk, hogy egymást úgy kezeljük, a másik embert úgy kezeljük, aki az igazságot szeretné megismerni, mint hogyha ő neki a mi gyerekünknek kellene lennie, úgymond a szellemi gyereknek, hogy akkor ő csak azt harsoghatja, amit én mondtam, meg ahogy én megláttam, neki is úgy kell meglátnia. Tehát nem, mert egyszerűen az igazság megismerésének, az útjának a magától értetődő vele járója az, hogy az ember néha el fog valamelyest tévejedni. Nem is az, hogy eltévejedni, de valamilyen szinten meg fogják őt próbálni elfújni bizonyos tanításoknak az örvényei, meg szelei, meg bizonyos gondolatoknak a szelei. Mert az ember próbálgat, az ember szeretné megismerni, keresgél, és ezáltal ugye megtörténik az is, hogy sokszor akár megtörténik, hogy belemegy olyan dolgokba, amik nem biztos, hogy az igazsággal vannak együtt, járnak együtt. Tehát ez van, ezt el kell fogadni, ez sajnos így van. De aki őszintén keres,
az meg fogja találni. Úgyhogy ezek jöttek igazából. Pál tévedett, de nem csak ebben. Sok mindenben tévedett. De én ettől nagyon szeretem őt. Igen, ez az érdekes érzés, hogy most képzeld, ez mennyivel inkább érvényes az olyan szülőre, aki tényleg fizikailag gyermeket nemz, és előbb-utóbb el kell engedje őt. Abszolút. És milyen nehéz nagyon sok anyának és apának elengedni a gyermeket, hogy ne akarja kontrollálni az ő útját. 18 év után, vagy nem tudom, hány év után. Nem akar, ne akarjon atyáskodni fölöttel. És szükségesé válik. Pontosan az, hogy elveszítse, elszakadjanak egymástól teljes mértékben. Ezért kell ez a kamaszkor, ez a tinikor, meg minden, amit ugye... Tehát ez szükségesé válik a gyerek lázadása szó szerint, mert a szülő annyira nem akarja őt elereszteni. A szülő birtoklása miatt, kontrollja miatt. Így van. Meg ilyen hatalommániája miatt gyakorlatilag, mert ez az. Tehát lehet ezt romantikusabban is fogalmazni, de nem tanácsos. Ez hatalom már, persze, ez így van. Én is így voltam emberekkel, ez be kell ismerni. Amíg az ember nem őszinte magával, addig mit vár? Tehát én is úgy voltam vele igazából, hogy tényleg amikor ez megcsapott, hogy jaj, de jó, hogy valaki azt megértettem, amit mondtam, és hogy harsogok, tényleg jön egyfajta ilyen le akarom uralni a másik embernek a lelki fejlődését típusú dolog, és ez hatalommánia, ez be kell vallani. Ez tényleg így van. Tehát tényleg szükségessé válik szó szerint a lázadás, a csalódás, az elhagyás, a megcsalás, a minden. Ez szükségessé válik ahhoz, hogy az az ember vissza tudjon kerülni az útkeresés állapotába, mert egyszerűen mellettem nem tud visszakerülni az útkeresés állapotában, mert én leuralom. Tehát ezt kellett meglátnom nekem is, meg talán sok más embernek. Érdekes az, hogy van egy olyan... Ez amúgy tényleg egy másik téma, tehát nem az előző. És nagyon fontos téma egyébként, mert ez a téma eléggé lebuktatja azt, ami történik a világban, ebben a vallásos világban, a parázna asszonynak a világában. Hogy megvan ez a folytonos uralkodás egész temetésig. Tehát szó szerint a bekeresztelkedéstől a temetésig. Leuralják az embereket, és gondolkodnak helyettük teljesen magtalanságban, meddőségben tartva őket. És szeretem hangsúlyozni azt a kijelentését Jézusnak, hogy azt mondta, hogy ha szeretnétek engemet, akkor örülnétek, magatokra hagylak titeket. Tehát, hogyha a fia szeretné az édesapját, akkor örülne annak, hogy az apukája magára hagyja őt. Mert miért? Azért, mert különben nem válik önállóvá. Avagy Jézus szavaival élve nem jön el rá a Szentlélek. Tehát, hogyha az apa, vagy akár a tanító, vagy mondjuk azt, hogy a szellemi apuka, ugye? Mert mindannyian szellemi apukák lehetünk minden igazságkereső számára. Ideig, óráig persze. De hogyha a szellemi apuka nem hagyja magára gyermekét, nem megy el tőle, akkor ő nem fog megtenni önállósággal, avagy nem fog megtenni szent lélekkel, Istennek a lelkével. És továbbra is, ugye, hogy mondjam, milyen gyermeki a maradt, a szó legrosszabb értelmében. Mert ugye a gyermek az milyen? Nemzés képtelen. Így van. Tehát érdekes téma ez nagyon, hogy Pál, szerintem ez neki is nagyon kemény szembesülés volt, fájdalmas is kemény szembesülés volt ez, hogy magára hagyták. Mondjuk ő neki, szerintem ő azt fájlalta, hogy elhagyták a hitet egyesek. De miért hagyták el a hitet? Azért, mert az ő hitük nagy mértékben tőle függött, az ő fizikai jelenlététől, személyétől. Amitől, hogyha ő megfosztotta az embereket, akkor ők már is elestek, ugye? Tehát nem voltak úgy felnevelve Pál által, mint ahogy Jézus felnevelt az apostolokat. Igen, ezt ő hangsúlyozta is egyébként nagyon sokszor, hogy az enyém vagytok, én vagyok az atyás, sok tanítótok volt, de egy atyátok van, és az én vagyok, és az én... Tényleg ezt ő tudatosította velük, hogy ők az övéi tulajdonképpen. Tehát nem véletlen neki is szembesülnie kellett ezzel a dologgal, hogy fájdalmasan, hogy tényleg elhagyták őt, és volt, aki még ellen is fordult nagyon durván, tehát hogy inzultálták minden, hogy a távol létében erős, de egyébként meg szégyente, vagy ahogy mondták, hogy egyébként meg szerencsétlen, a beszéde meg minden.
Tehát komolyan inzultálták őt, ráadásul a sajátjai, és szó szerint az történt, hogy jöttek ilyen más tanítók, akiknek jobb volt a beszédkészsége, meg a mindene, mint a Pálé, és akkor szó szerint eltántorították az övét, és ezt ő úgy élte meg, mint amikor valakit megcsalnak, mert annyira az övének tekintette őket. És ezt nem azért mondom, nyilván nem azért mondjuk, mert ugye most akkor mi okosabbak vagyunk, mint a Pál, tehát ebben mindenki beleesik valamilyen szinten, de fontos ezt meglátni. Tehát most lehet Pált isteníteni, meg a Bibliát, meg a mindenkit, de mi hasznunk van belőle, hogyha embereket istenítünk, és nem látjuk meg, hogy az az ember hol esett el pontosan azért, hogy én ne essek el, azáltal, hogy meglátom. Tehát ezt pontos így meglátni szerintem. Nagyon kemény dolog az, amit mondasz, hogy tényleg megtörténhet az, hogy valaki hitre jut, mert jó a beszédet neked. Nagyon ékesen szólsz, hangsúlyozottan, kifejezően, választékosan, rímekben, meg mit tudom én mi. De elképzeled, hogy jön egy, mit tudom, egy Gábor a négyzeten, és ő sokkal szebben fog beszélni, mint te. És akinek a hite, a te ékes szólásod vagy gyökerezett, annak az embernek a hite el fog veszni. Vagyis annak az embernek a hite, hogy mondjam, ki van szolgáltatva az emberi képességeknek, ha úgy tetszik. És figyelj meg, hogy milyen szépen fogalmazta Pál egy alkalommal, hogy az evangéliumot hogy is hirdette, tehát nem ékes szólással hirdette, hogy a Krisztus keresztje el ne vesszen. Igen, igen. Tehát, hogy ha valaki hisz, akkor azért higgyen, mert én nagyon szépen beszéltem, nagyon jól beszélek, hanem inkább a tartalom miatt, a töltet miatt higgyen keresztje. Keresem azt a részt a evangéliumosat. Egyébként egy helyen pontosan. Hát ő szó szerint tudatosan kellett dolgozni azon, hogy ne az ékes szólása, meg az esze, meg a minden miatt kövessék, és még így is hányan követték őt pont emiatt, és ugye ezek el is kellett, hogy vesszenek tulajdonképpen, mert különben soha nem látták volna meg azt, hogy ők valójában egy embert követnek, az embernek a képességeit, nem pedig az igazságot keresik. Ugyanúgy Pálnak is szükséges volt, hogy lássa ezt, tehát nekik el kellett veszni igazából. Most nézem az a rész, ahol erről ír Pál. Az nagyon durva. Botrány. Botrány az a rész. Az első Korintus levélben van, az első fejezetben, 17. bekezdése. Figyelj meg, hogy itt egészen pontosan miről van szó, hát én nem szeretnék most ebbe mélyülni ebbe a témába, de többször volt, hogy erről szó, a kerességről, a vízkerességről. És azt mondja, figyelj meg Pál, hogy hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispuszt és Gájuszt. Hogy valaki azt nem mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefána házanépét is, ezen kívül nem tudom, hogy valaki más kereszteltem volna. És most jól kapaszkodjatok meg, aki ezt hallgatott. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, Isten országának az örökhírét hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel. Nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Ilyen durva. De komoly. Igen. És ugye itt persze itt megint bejön, hogy ezért ugye gyönyörködöm én inkább, hogy az erőtlenségeimben. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Hogyha a hangom elcsuklik éppenséggel, Istennek az igazsága miatt, vagy elérzékenyülök, vagy elkönnyezem magam, akár éppen dadogok, akkor vagyok erős, ugye? Mert nem az én ékes szólásom dicsőül meg, hanem a tartalom, ami Istentől van. Igen, akkor történhet meg, hogy az én erőm az végre a háttérbe szorul, és meg tud nyilvánulni Istené. Tehát eláll az útból az én gyenge emberi erőm. Ugye azt mondja, hogy a Istennek a gyengesége is nagyobb, mint az embernek a legnagyobb ereje. Tehát ez ennek így kell lennie. Tényleg. Ezért is tényleg nem olyan embereket választott Isten, akik a saját erőjükből táplálkoznak, hanem direkt olyan embereket, akik szó szerint erőtlenek sokszor. Tehát emberileg erőtlenek olyan értelemben.
Sőt, ha valaki olyat választ, aki emberileg erős, akkor sokszor megtörténhet még az is, hogy emberileg erőtlenné teszi. Tehát megtörténhet az is. Tehát ha valaki keresi az igazságot, de ő emberileg még mindig erős, mint a Pál, ugye, hogy ő neki volt nem tudom hány végzettsége, Gamálielnél tanult, a zsidóknak a tudományát, a törvényeskedést az olyan szinten vágta a köbön, hogy azt valószínűleg senki nem vágta olyan jól, mint Pál. De meg kellett történnie annak, hogy ez elvétetett tőle ez az erő, és gyengévé lett ugye téve Pál, emberileg erőt lenné, hogy az Istennek az ereje meg tudja nyilvánulni rajta keresztül. Tehát nem semmi. Ő tényleg az tényleg hát az igen, ne a saját intelligenciájába bizakodjon, mert ugye ez itt az ember hajlamos arra, hogy hát nekem megvan a képességem arra, hogy jól szóljak, hogy jól beszéljek, hogy jól vitázzak. De hogyha az én képességemből vitázok, akkor ugye nyilván az én erőmre támaszkodom, és nem az Úristennek az erejére. Nem egyszer volt olyan, hogy emlékszem, hogy valakivel beszélnem kellett, ilyen vita, konfrontáció alakult ki, és éreztem, hogy annyira erőtlen vagyok, hogy alig tartom, alig tudom nyitva tartani a szemeimet. Alig tudok ébren maradni. És úgy éreztem, hogy én nincs ahogy nyerek én ebben a vitában. Tehát nincs nekem semmi esélyem. De pont amikor elértem arra a pontra, hogy én beláttam magamnak, hogy a mostani állapotomban nekem semmi esélyem nincsen vitázni, vitába szállni, vagy vitát nyerni. Miután ezt beláttam magamnak, utána teltem meg erővel, hatalmas erővel, és szavakkal, és kijelentésekkel. Nagyon kemény volt. Többször voltam ilyen szituációban. Amikor feladtam azt, hogy nekem most semmi esélye nincs, semmi esélye vitába szállni vele a személlyel, akkor teltem meg tényleg a Istennek a jelenlétével is. Akkor már egyértelmű volt számomra, mivel hogy én már feladtam a harcot, a fejezzászót felhúztam, hogy megadtam magamat, akkor egyértelmű volt, hogy ez nem az én érdemem, hogy úgy sikerült beszélni, vagy vitázni, vagy bizonságot tenni. Ez nagyon komoly, igen. Hát, igen, erről szóljon a történet. Tehát az emberi erőködésekről. Abból van elég, abból arra van elég ember. Úgyhogy, és érdekes egyébként, hogy pontosan ez összhangos összefüggésben van az atyáskodással. Mert aki atyáskodik, az már pedig ugye felkészül, tehát erőből felkészül. És én amikor, ha valakit az Úristen megment általam, az én szavaim által, akkor engemet mindig szinte felkészületlenül ér a kihívás. Tehát nem azért menekült az illető személy, mert én felkészültem, két napig mantráztam a tükör előtt, hogy olyan fogok beszélni, hanem azért menekül meg az illető személy, mert az Úristen abban a pillanatban, azon a percen, abban az órában megadja a megfelelő szavakat, az erőt ahhoz, hogy el tudjam mondani azt, amit el kell mondjak. Mekkora milyen magasztó dolog ez, hogy tényleg, hogy nem a mi erőnkre kell támaszkodnunk. És ugye az atyáskodáshoz visszatérve, hogy tudjuk jó, hogy a legtöbb ilyen vallásos felekezet, meg gyülekezet, ami tényleg miről Tibor is írt, az épp a Pál leveleire épül fel. De viszont van egy olyan mondata Pálnak, nem tudom, hogyha emlékszel erre, ami elbuktatja az összest. Van neki egy olyan mondata, egy olyan kijelentése, ami szerint az összes felekezet elbuktatja. Az összes keresztény felekezet. Mert amikor Pál arról beszél, hogy amikor ti találkoztok egymással, mindenkinek legyen proféciája, kijelentése, tanítása, nyelveken szólása, zsoltára, éneke. Ez az egy mondat piros, ilyen vastag piros festékkel, ecsettel keresztül húz az összes felekezetet. Mert én mostanig egyetlen, én is kíváncsi voltam, hogy mi történik az ilyen keresztény mozgalmakban, és több ilyen gyülekezetet meglátogattam, és sehol nem találkoztam ezzel, de legyen érséggel, amiről Pál beszél. Tehát még Pál maga is összeontja az összes felekezetet ilyen szempontból. Abszolút nyoma. Az ilyen atyáskodás teljesen ki van x-szelve, ki van ütve. Ennek nyoma sincs ennek a jelenségnek, tehát pont az ellenkezőjét lehet látni. Mindenhol egy ember, és az egy ember az megmondja tutit. Mindenki más meg hallgat, tehát senki más nem tud, tehát nem hogy szólni, tehát olyan értelem, hogy nem hogy az igazságot szólni lélekből,
de gyakorlatilag még egy kérdést föltenni sem. Tehát itt jön képbe az, hogy, hogy nagyon durva ez a rendszer, de egyébként az is igaz, hogy ez sok helyen így van, de sok helyen azért van így, mert egyszerűen a vezetők nem ismernek ennél jobb koncepciót. Tehát nem látták még meg, hogy ennek nem kell így lennie. Mert ejtették velük az egyetemen, a teológiai egyetemen, meg a nem tudom, hogy hol, hogy ennek így kell lennie. És sokszor az is megtörténhet, hogy az ember ezt ebből kiszabadul, és ezt a lelkületet meg tovább viszi. Ilyenre is volt példa sajnos, hogy valaki kiszabadul ebből az egész történetből, és a lelkületét meg tovább viszi, amit abból kapott. De akkor meg az történik tulajdonképpen, hogy tehát aki ezt megteszi, mint ahogy én is megtettem egyébként, ezt a lelkületet tovább vittem, és ezzel a lelkületet próbáltam meg embereket úgymond tényleg úgy beszélni, vagy úgy vezetgetni, és akkor kell megtörténjen egy bukás, egy szétesés, egy az, hogy ez a csoport az szétesik, az a gyülekezet, az a csoport, mert Isten egy jobbat akar mutatni, egy jobb koncepciót annál. Ez a lényeg tulajdonképpen. Az érdekes, hogy van egy ilyen sláger mostanában, hogy kijöttünk Babilonból, hogy Isten kivett minket Babilonból. És ezt általában arra mondják az emberek, amikor ott hagyják a vallásos, vagy csak keresztény felkezetet, amiben voltak például a hídgyűlit, vagy akármelyiket, amelyikben meg voltak rekedve hosszú időn keresztül. És azt figyeltem meg, hogy ez a kijelentés mennyire bátor kijelentés, és mennyire félrevezető ugyanakkor. Hogyan is remélhetné bárki is azt, hogy ő kijön Babilonból csak azáltal, hogy fizikailag többé nem jár abba a felekezetbe. Tehát nagyon sok ember nem gondol arra, hogy a kijövetel az nem abból áll, hogy kijövök fizikailag is többet egy gyülibe, hanem abból, hogy én teljesen leépítek mindent, minden magaslatot, amit ottan felemeltek az én elmémbe. És ha így vizsgáljuk a dolgokat, akkor nyilván nagyon sok ember szembesülhet azzal az egyszerű ténnyel, hogy ő nem jött ki Babilonból, sőt, nem is olyan könnyű jönni Babilonból, mert talán el kell teljen ottan több év is akár, amíg minden ilyen vallásos, ilyen dogmatikus, babonás meggyőződés leépül az ő elmében. Azok után, hogy ott hagyta azt a bizonyos vallást, amiben volt ő. Igen. És nem beszélve arról, ugye, hogy az ember ott hagyja ezt a mozgalmat, vagy a fizikai szervezetet, akkor jönnek a kijelentések, hogy Isten kegyelméből, mert Isten nem alszi, és adja a kijelentéseket, de viszont bizonyos kijelentések annyira botrányosak lehetnek az illető számára, hogy még meg is siethet, hogy vajon akkor most az ördög szállta őt meg, vagy mi történt vele, hogy ilyen gondolatok támadtak az ő fejében. Igen. Tehát nagyon nehéz kijönni. Én például nem is merném azt kijelenteni magamról, hogy én kijöttem Babilonból. Én nem hiszem, hogy teljes mértékben kijöttem, ugye nem voltam semmilyen gyülekezetnek a tagja, katolikus voltam ugye korábban én, de azért úgy nem egyszer van olyan, hogy de a lélek úgy figyelmeztet, hogy az a séma, az a gondolati séma, amit én még mindig úgy filtve őrzök, az onnét származik, gyermekkoromból, belém volt az nevelve. Még most is kell szembesülnöm bizonyos dolgokkal, amelyeket magamnál tartok. Régi kincseket, régi trófeákat, vagy báványokat, gondolati báványokat. Igen, és amit még mondtál, az is nagyon fontos, hogy most mondtál, hogy sokszor az történik, hogy az ember egyszerűen fél attól, hogy a bizonyos dolgokat, bizonyos gondolatokat egyáltalán föltegyen magának, mint kérdés, tehát hogy latolgassa, hogy vajon lehetséges-e ez, vagy az, vagy amaz. Tehát az igazság az, hogy ez egy olyan fajta félelem kontroll, ami az emberekbe bele lett itatva, tényleg ezáltal a vallásos lelkület megszereviség által, nagyon durván. Tehát, hogy nem kell egyszerűen, nem kell félni semmitől, nem kell félni attól, hogy mi van, hogyha ez van, vagy az van, vagy amaz van, mert
ha létezik élő Isten, az embernek van Istene, akkor ők jelentenek. Azért mondom, hogy az embert egy ilyen kérdésekkel, és sokszor olyan kérdéseket is, amikről ő azt gondolja, hogy ez Isten káromlás, mert valaki beleprogramozta az agyába, hogy ha kérdéseket tesz fel, az már Isten káromlás. Tehát fontos, hogy föltenni az ember kérdéseket, mert van egy élő Isten, aki erre tud válaszolni, és nála nem ciki semmilyen kérdés. Tehát nem ciki, ha az emberbe fölmerül a kérdés, hogy mit tudom én, tegyük föl, mi van, ha Isten nem tökéletes. Jó, tegyük föl. Úgy is be fogja bizonyítani, hogy az. Tehát az ember, ha valamit nem ért, akkor kérdezze meg tőle. Tehát azért élő Isten, hogy megadja a választ. Istenem, tökéletes vagy-e te? Mutasd meg nekem, hogy miért vagy te tökéletes, és hogy mit nem értek én, hogy én azt gondolom, hogy te nem vagy tökéletes. És meg fogja mutatni. És ugyanígy minden mást is. És ha ez nem történik meg az ember életében, akkor lehetetlen az igazságot megtalálni. Lehetetlen. Az a helyzet. Úgyhogy tényleg ezt kívánom mindenkinek, hogy ezen az úton tudjon elindulni, ezen az úton, ezen az ösvényen. És az, amiről azt gondolta, hogy lehetetlen, az lehetséges lesz egyszerűen. Lehetségesé fog válni. Tényleg az a baj, hogy ilyen durván le van utítva az Isten az emberek fejében, mindannyiunk fejében, hogy úgy van beállítva, hogy Isten ilyen csökönyös, és megsértődik, hogyha én egyáltalán még az ő minden hatóságát is megmerem kérdőjelezni. Hát nyilván, hogyha nekem tiszta a motivációm, és tényleg szeretném látni, hogy akkor valójában mi van, akkor ugye hát pont az a lényeg az egészben, hogy ő meg tud mutatkozni számomra, ugye meg tud dicsőülni, meg tud mutatkozni, és be tud mutatkozni gyakorlatilag. És erre ugye ki van felsz egy ilyen ókori és középkori mantra, hogy hát te keresztény, nem keresztény, hanem szentlélek káromló vagy, hogyha kérdezel, valamit megkérdőjelezel. Tehát egy olyan Istent dédelgetnek, úgymond, olyan Istent éltetnek így az elmében, ami még embernek is hitvány, nemhogy Istennek. Ugye, tehát hogyha jól vele gondolok. Hát halottként van nyilván tartva szó. Igen. Így van. Őrültség, tényleg őrültség. Néha csak azt bánom, Gábor, megmondom őszintén neked, hogy úgy látom a gyarlóságomat. Isten nekem megmutatja, és nem úgy mutatja meg, mint egy bosszúálló, gonosz ember, aki engemet le akar igázni, ezt meg akar szégyeníteni, hanem a kedvesen szeriden úgy folyton rávilágít a gyarlóságomra. És amikor ilyen nagy dolgokról beszélgetünk, veled vagy bárki mással, mindig azt bánom, hogy ó Istenem, miért vagyok én ilyen gyarló? Ugye nem is vagyok méltó arra, hogy én ilyen dolgokat beszélgessek. Tehát, hogy vajon, mert a tartalom az megvan, ott van az elmémben a tartalom, és a szívemben, mert megkaptam ajándékba. De vajon van bennem annyi alázat, annyi szerítség, hogy valaki azt át tudja tőlem venni. Érted-e? Néha ettől félek, én megmondom őszintén. Néha azt érzem, hogy sokkal többet kaptam, mint amit én valahogy is megérdemeltem volna. Megértést is, mindent. De viszont úgy félek, hogy nehogy valaki engemet felfúvalkodottnak lásson, vagy kevének, vagy büszkének, vagy lenézőnek, vagy nem tudom, ennek lásson. Hogy nehogy ezzel én bepiszkítsam Istennek az igazságát, amit megkaptam ajándékba tőle. Nem tudom, hogy ismerős az érzés neked, de nekem néha előjön, hogy bárcsak szeridebb lehetnék, bárcsak kedvesebb tudnék lenni. Igen. Bár csak együttézőbb tudnék lenni, amikor beszélek, hogy senki ne higgye azt, hogy én vagyok a megmondó ember, aki megmond mindenen keresztül gázolok. Igen, mert igazából... Ne tekintsen most... sárkánynak azt, amit ajándékba kaptam Istentől. Igen. És igazából most jövök rá arra, hogy pont ezáltal teremtem én meg azt a helyzetet, amiben a hallgatók, ugye, vagy hát akik az igazságot keresik, azokból akár tényleg ilyen gyermek lehet, úgymond, mert annyira mondom, és akkor egyszerűen az történik, hogy tényleg az ember akarva akar, így ahogy Pál fogalmazott, ilyen gyerekeket szül magának, úgymond. Tehát abból egyébként keresik, de szelíd lelkületűek, tegyük föl, szelíd lelkületűek, és nem
állatokból megtörtök azokat, ez a fajta ilyen ábrázolása, hogy most te is mondtad, ez tényleg be fogja állítani követőnek, ami nem jó. Ez nagyon fontos, hogy ezt kívánom, hogy szabadítson meg ezektől a dolgoktól mindannyiunkat az Úristen, és ha kell, akkor tényleg ilyen csalódáson keresztül akár, de inkább a bölcsességen keresztül, hogy tényleg az alázatnak a szikrája az megcsillanjon, fölpattanjon, még mielőtt szükség lenne egy óriás nagy szétesésre, vagy konfliktusra, vagy bármire tulajdonképpen. Tényleg ezt annyira egyértelmű, hogy az ember a saját magatartása által tesz szükségessé bizonyos dolgokat. Tehát tényleg, aki nem akar szenvedni értelmetlenül legalábbis, az azon fog dolgozni. Ha én nem akarok szenvedni, akkor azon kell dolgoznom, úgymond, hogy meglássam azt, hogy mik azok, amik olyan szituációt szülhetnek, amiben az igazság által is kárt tudok okozni. Nagyon nehéz meglátni néha, de elképesztően fontos. Ha tesszük egy ilyen hatalmas, nagy ilyen, tehát katapultáljuk gyakorlatilag az embertársaink fejéhez, az ugye ártalmas és romboló is lehet. Bizony. És abszolút egyébként lehet használni, tehát lehet igazat mondani úgy, hogy az abszolút romboló legyen az embertársunkra nézve. Ezért szoktam így általában hangsúlyozni azt, hogy amikor így akár elmarasztalóan is beszélek, akkor inkább a rendszerről, magáról a gépről szólok elmarasztalóan, nem pedig azokról az emberekről, akik benne vannak rabságban, ugye rabul vannak ejtve bennem. Lelkületől kell megszabadulni. Mindenkinek átadta, úgymond ezt a lelkületet a rendszer, tehát mindenkiben benne van. Egyszerűen csak annyi, hogy meg kell tudni szabadulni, mert ha nem szabadult meg az ember, akkor ennek a lelkületnek a következményét fogja kapni, ami maga a halál, tehát ezt fontos meglátni. És utána, hogy meglátja az ember, onnantól már, ha akar változni, meg fogja tenni érte az Úristen, hogy változni fog, tudni fog változni. De ez szükséges, hogy akkor jön az ember. Itt tényleg ezen kívül, ezen felül tényleg én azt kívánom magunknak, meg mindannyiunknak, hogy mindenki élő módon keresse az igazságot, tehát mindenki aktív keresője legyen az igazságnak, nem csak passzív hallgatója. Tehát a passzív hallgatás az maga a halál, az olyan, mint hogyha az ember, ha passzívan hallgat, csak passzívan akarja hallgatni egy egész életen át az igazságot, az lehet, hogy jobban teszi, nem is teszi. Mert tényleg ez egy olyan út, amit vagy szívvel, lélekkel teszünk, vagy jobb, ha sehogy nem teszünk. És én tényleg mindenkinek kívánom magammal az élen, hogy ne essünk bele abba a hibába, hogy csak passzív hallgatói vagyunk, hanem tényleg aktív cselekvői, ahogy mondja egyébként pont János, ha jól tudom, János nevelében. Aktív cselekvői az igének, és megélői az útnak. Igazából ennyi. Én részemről egy... Úgy legyen. Úgy legyen. Üzemanyagot azt adja az üzemeltető. Na igen. Úgyhogy megvan minden, csak használni kell, élni kell vele. Élj vele. Így van. Örültem ennek a társadalásnak, ennek a beszélgetésnek, hát ha valakinek a hasznára válik az ég alatt. Így van.